a kora újkori Magyarország első jelentős korszakáról fog szólni, amelynek keretében beszélünk majd a Mohács előtti időszakról, magáról a Mohácsi csatáról 1526-ban, valamint az azt követő eseményekről, illetve ezek okairól, jellemzőiről. A térképen jól láthatóan bekereteztem pirossal azt a területet, tehát középkori Magyarországot, a Magyar Királyságot, valamint a középkori Cseh Királyságot, amely Mátyás halála után az új dinasztia, a Jagelló dinasztia kezére került. Először Ulászló, majd őt követően a fia második Lajos uralkodott ebben a két országban, tehát közös uralkodó lépett trónra mind a két országban, ezért ezt personál uniónak nevezzük. Nagyon fontos tudni, hogy második Lajos és Ulászló, ők ugye a Jagelló dinasztia tagjai voltak, és meglehetősen rossz volt a megítélésük nagyon sokáig, egészen napjainkig. A korábban kialakult kép az volt, hogy gyengekező, tehetségtelen uralkodók voltak, akik alatt széthullott az ország, és vereséget szenvedtek a törökökkel szemben, ami pedig a Magyar Királyság végét jelentette, a középkori Magyar Királyság végét. Nos, a legújabb kutatások, amelyek itt a Mohácsi csata közelgő évfordulója miatt zajlanak, feltárták, hogy alapvetően ez egy téves elképzelés, a források elfogultak voltak, és a tények sokkal inkább arra utalnak, hogy két teljesen megfelelő uralkodóról van szó, tehetségesek voltak, jó döntéseket hoztak. Az a helyzet, hogy be kell látnunk, hogy a Magyar Királyságnak nem volt elegendő ereje arra, hogy a 16. század elején rendkívül megerősödő oszmán szultánság méltó ellenfelévé váljon. A korábbi videókban látták, hogy az oszmán szultánság, a Balkán-félsziget, Mezopotámia, Egyiptom, Észak-Afrika elfoglalásával rendkívül megerősödött, és egyszerűen olyan erőfölénybe került a Magyar Királysággal szemben, amelyre nem volt megoldás, nem volt gyógyszer. Nos, a Jagellók uralkodása alatt több fontos esemény is történt, amelyekre most külön nem fogok kitérni. Megemlíthetnénk a Dózsa-féle paraszt felkelést, amelynek levelés után jobbágyokat röghöz kötötték, tehát tilos volt elhagyniuk azt a birtokot, ahol születtek. De a mi szempontunkból jelenleg ennél fontosabb volt az a szerződés, és azok a dinasztikus házasságkötések, amelyek a Jagelló dinasztiát a szomszédos Habsburg monarchiával, Habsburg családdal összekötötték, és ennek következtében a Habsburgok jogot nyertek a magyar trón megöröklésére, ha kihalna a Jagelló dinasztia. Ezzel nyilván senki sem számolt a szerződés megkötésekor, de mivel hamarosan ez bekövetkezett második Lajos halálával a Mohácsi csata után, ezért az a helyzet állt elő, hogy a Magyar Királyság jogszerű örököse a Habsburg dinasztia egyik tagja lett. Ez a magyar nemesség számára nem volt túl pozitív jövőkép, ezért borítékolható volt, hogy itt lesz egy nagyon komoly probléma a trónörökléssel kapcsolatban, de erről majd a Mohácsi csatát követő időszak bemutatásakor fogok beszélni. És akkor térjünk át a Mohácsi csatára. Az a fontos tény, hogy felmérjük a szemben álló erőket, nem kerülhető meg, hiszen ez a Mohácsi csata a magyar történelemben egy ilyen mérföldkő.
Ez jelentette a középkori magyar királyság végét, az ország széthullását, és onnantól kezdve egészen 1918-ig Magyarország nem létezett önálló független államként. A csatát követő 150 évben egységes államként sem beszélhetünk róla. Tehát nézzük meg, hogy milyen volt a csatában szemben álló erők aránya. Kezdjük azt gondolom az oszmán hadsereggel, a támadókkal. Az ekkor durván 12-15 millió fősre becsült oszmán birodalom teljes, totális katonai létszáma megközelítette a 100 ezer főt. Ez durván a jól képzett és állandóan harcafogható katonákat jelentette, be voltak birtokosok, akik a birtokért cserébe katonai szolgálattal tartoztak, ugye a spáhik voltak, illetve voltak a zsoldos katonák, főként janicsárokként ismeri a magyar történelem és a Magyarországon a közvélemény. Tehát körülbelül 60 ezer, tehát mondjuk a majdnem kétharmada ennek a teljes hadseregnek itt volt a Mohácsi csatában. Ez egy meglehetősen nagy hadseregnek számított ebben az időszakban. Emellett 160 ágyúval érkeztek, és a török tüzőség az a korban az elit a legjobbat jelentette, tehát jól láthatóan egy nagyon erős hadsereg érkezett a Mohácsi síkra. Ezzel szemben a magyar király hadserege kb. 25 ezer fő volt. Ez nem a teljes magyar hadsereg volt, hiszen egyrészt a várokban is kellett hagyni védő őrséget, másrészt pedig a magyar hadsereget jelent a keleti ország részben állomásozó katonák nem érkeztek meg időre a Mohácsi csata helyszínére. Ennek egy oka volt, ami egy nagyon egyszerű és nagyon könnyen megérthető ok, semmi köze nincsen semmifajta áruláshoz, mert a keleti ország rész, az erdélyi fejedelemség csapatait Szapolyai János vezette, aki később az egyik újonnan megválasztott magyar király is lesz, és egyszerűen arról van szó, azért nem érkezett meg ez a 15 ezer fős hadsereg időben, mert ahogy a török csapatok vonultak Magyarország felé, két nagy magyar had csoportosítás létezett, egyik a főváros környékén, másik az ország keleti felében, Erdélyben, és nem lehetett tudni, hogy a törökök azok melyik irányba fognak menni. Tehát lehetett Buda a célpontjuk, de arra is volt esélye, hogy esetleg kelet felé, Erdély felé fordulnak. És pont emiatt a Szapolyai vezette 15 ezer fős hadseregnek kénytelen volt várni, és csak utána indulhattak el a Mohácsi csata helyszíne felé, miután megkapták a hírt, hogy a törökök azok északfele, a főváros felé vonulnak tovább. Tehát az az ok, ami miatt nem 40 ezer magyar katona állt szemben 60 ezer oszmán katonával, ez egyszerűen egy információ hiány okozta, és ez a nagyon egyszerű tény fosztotta meg a magyar uralkodót 15 ezer katonától. Tegyük hozzá, nem valószínű, hogy ez bármifajta fordulatot okozott volna a Mohácsi csata során. Ami még szintén fontos, és ezt nem szokták nagyon hangsúlyozni, általában az a közvélemény, hogy a magyarokat már megint cserben hagyták a nagy keleti hódítókkal szemben. Ezzel szemben azért szögezzük le, hogy nem egy szintiszta magyar hadsereg várta az oszmánokat. Nyilván az, hogy Horvátország, tehát horvátok, illetve csehek harcoltak a magyar király hadseregében, az természetes, hiszen mind Horvátország, mind pedig Csehország personál unióban állt Magyarországgal, tehát közös volt az uralkodó. Azonban a
csehek és a horvátok mellett szép számmal spanyol, német és lengyel zsoldosok harcoltak. Őket nyilván a magyar uralkodó bérelte fel erre a csatára. Ezen kívül még a római pápa is küldött katonákat, amelyeket ő fizetett. És tehát azért látható, hogy nem egy nemzetiségű hadseregről beszélünk. 85 ágyú állt a rendelkezésre, ami azért, tehát ha most megnézzük az arányokat, azt szerintem elég jól látszik, hogy az oszmán hadsereg kétszer olyan erős volt minden téren, mint a magyar, sőt, még annál is erősebb. Tehát ez nem igazán volt jó kezdet, és tekintve, hogy az oszmán hadsereg híres volt a jó szervezettségéről és a jó felkészültségéről, a jó felszereléséről, ez egy nagyon egyenlőtlen küzdelem volt. Ennek megfelelően a magyar stratégia viszonylag nagyon céltudatos volt, és nagyon egyszerű volt. Tudták, hogy nem képesek sokáig a kétszeres oszmán túlerőnek ellenállni, a kétszer annyi török ágyúnak, ezért az volt a terv, hogy miután felálltak a mohácsi síkon, a csapatok egymással szemben, a magyar főerők, a nehéz lovasság egy mindent elsöprő rohammal megpróbál áttörni a török főerőkön, ezzel ketté szakítva a török hadsereget, és az így felbomlott és megzavart, összezavart és szétszóródott alakulatokat külön-külön a teljes magyar hadsereg bevetésével megtörni, felmorzsolni. Az elképzelés jó volt, sajnos a megvalósítás nem sikerült, ebben elsősorban a török tüzérség pusztító válaszcsapása játszotta a szerepet, valamint a híres retteget janicsárok helytállása, őket még a magyar nehéz lovasság sem volt képes felmorzsolni, és mivel ez a támadás kudarcot vallott, ezzel párhuzamosan megindult a török hadsereg szárnyain a lovasság a magyar csapatok ellen, és a túlerő egyszerűen elsöpörte a magyar alakulatokat. És ennyi. Ez történt a mohácsi síkon. Az uralkodó menekülés közben életét vesztette, egy megáradt vízfolyáson, patakon próbált átkelni, amikor a lova ledobta, és a páncélzata miatt nem tudott felkelni, ugye nagyon nehéz, nagy súlyú páncélzatot kell elképzelni. Tehát a lényeg az, hogy a magyar hadsereg vereséget szenvedett, és az uralkodó is meghalt. Azonban fontos látni, hogy ez nem egy egyszerű vereség volt. Ha megnézzük az adatokat, megdöbbentő arányú volt ez a magyar vereség, ami két dolgot jelent. Tehát az, hogy 16-20 ezer ember halt meg a 25-ből, mondjuk akkor átlagoljunk 18 ezer katonával számolhatunk. Ez egy olyan pusztító erejű vereség volt, ami egyrészt arra utal, hogy az oszmán hadsereg ennyire hatékonyan gyilkolt. Ilyen jól szervezett, fegyelmezett volt. Tehát gyakorlatilag felmorzsolták az ellenük küldött magyar hadsereget. Különösen annak a fényében fontos ezt érteni, hogyha összevetjük az oszmán veszteségekkel, akkor jól látszik, hogy az 1500 fő áll szemben majdnem 20 ezer emberrel. Tehát iszonyatos volt a technológiai és emberi fölény, a létszámbeli fölény az oszmánok oldalán. Az a tény, hogy a magyar arisztokrácia nagybirtokosok közül 16 nagybirtokos arisztokrata, zászlós úr, és 5 püspök meghalt a csatában. Ez pedig egy olyan közkeletű feltevést cáfol meg, mi szerint az uralkodót, a magyar uralkodót magára hagyták az arisztokraták, és csak a saját bőrükkel törődtek. Nem.
Nem erről van szó. Ez körülbelül 50-60%-os veszteség a legnagyobb földbirtokosok és a egyházi előjárók számát tekintve, és még ennél is nagyobb volt a szintén gazdag, de nem a legkiemelkedőbb nemesek vesztesége az országos arányokat tekintve. Tehát gyakorlatilag a magyar hadsereget, a magyar társadalom színe javát ebben a csatában felmorzsolt az oszmán hadsereg, amely nagyon kis arányú vereséget volt kénytelen elkönyvelni. Tehát ez a veszteséglista is alátámasztja, hogy a Mohácsi csata magyar részről egy nagyon bátor helytállás volt a siker minden esélye nélkül. Mindenképpen tiszteletet érdemelnek, nem képzelem azt, hogy bármilyen más uralkodó, akár Hunyadi János, akár Hunyadi Mátyás képes lett volna ennél jobb teljesítmény nyújtani, akkor adott lehetőségeivel számolva. Tehát mindenképpen egy nagyon tragikus, de mégis egy nagyon bátor és hősies ütközet volt Mohács, amelyre nem feltétlenül csak tragédiaként gondolhatunk, büszkék is lehetünk a hősök, a mohácsi hősök helytállására. Ez egy nagyon fontos dolog.